Az oltásoknak köszönhetően a koronavírus járvány harmadik hullámát legyőzte az ország. Az 5 milliómodik oltás elérését követően új, enyhébb szabályok léptek életbe, mind a hétköznapi életünk, mind a közigazgatási rendszerünk tekintetében. Ennek részeként ma már a járási hivatal és a kormányablak szolgáltatásainak igénybevételéhez sem kell előzetesen időpontot kérnünk. A kormányhivatali ügyintézések kapcsán tavaly ősszel került elrendelésre a kizárólagos időpontfoglalás melletti ügyintézés lehetősége. A járványügyi korlátozások feloldása kapcsán a kormányzati döntések értelmében 2021. május 25-től van lehetőség újból sorszámhúzás melletti, tehát előzetes időpontfoglalás nélküli ügyintézésre itt nálunk a kormányablakban, illetve egyéb ügyfélszolgálatainkon. Természetesen a személyes ügyintézés során továbbra is be kell tartani a szükséges védőintézkedéseket, kötelező a maszk viselés, a higiénés szabályok, illetve a megfelelő távolság betartása, és ennek megvalósulása érdekében az ügyféltérben várakozó ügyfelek száma is korlátozásra kerülhet. Kérjük ügyfeleinket, hogy amennyiben megoldható, akkor a zárt ügyféltér helyett adott esetben a szabadban várakozzanak, ha az időjárás is megengedi természetesen, illetve csak kifejezetten indokolt esetben érkezzen kísérő az adott ügyintézésre érkező ügyféllel. Habár az ügyintézésnek nem feltétele az időpontfoglalás, a várakozási idő csökkentése érdekében mégis érdemes előre egyeztetett időpontra érkezni. Az időpontfoglalás lehetősége továbbra is biztosított. Ez azért egy rövidebb várakozási időt biztosít az ügyfeleinknek. Erre továbbra is lehetőség van az időpontfoglaló.kh.gov.hu oldalunkon, az mmo.hu oldalon, illetve a 1818-as kormányzati ügyfélvonalon is, amely ingyenesen hívható. Annyi változás történt, hogy az okmánycserével kapcsolatos ügyek kivételével most már kizárólag ügyfélkapus azonosítást követően van lehetőség az időpontfoglalásra a időpontfoglaló alkalmazás felületén. A kormányablak mobil alkalmazásának használatával még több időt spórolhatunk. Szeretném még az ügyfeleink figyelmébe ajánlani a kormányablak mobil alkalmazást is, amely egy ingyenesen letölthető alkalmazás, és térképen mutatja meg a kormányablakokat, illetve azt is, hogy az adott ügytípusban a közelben lévő ügyfél, az ügyfél által kiválasztható kormányablakokban mennyi a várakozási idő. Ezáltal könnyebb, gördülékenyebb, kényelmesebb ügyintézési lehetőség is biztosított számukra. Újra útjára indulnak a kormányablak buszai is, melyek a kisebb településeken teremtenek lehetőséget a helyiek ügyintézésére. A kis települések esetében, akik ugye kormányablakkal, okmányirodával nem rendelkeznek, május 27-től ismét munkába áll a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatunk, ismertebb nevén a kormányablak busz, amelynél lehetőség van a lejárt okmányok cseréjére, illetve egyéb hatósági ügyek intézésére is. Ugye a lakóhelyen is elérhetőek lesznek ezek a kormányablak szolgáltatások a lakosok részére. Az elektronikus ügyintézés lehetőséget teremt rá, hogy egy sor hivatalos ügyben személyes jelenlét nélkül járjunk el. Megújult mo.hu oldalt egy sor ügyben ad lehetőséget elektronikus ügyintézésre, illetve számos tájékoztatót tartalmaz különböző hatósági ügyek intézésére vonatkozóan, amely szintén az ügyfelek ügyintézését segíti.